Jó napot kívánok, kedves nézők! Hát akkor a nyári szünet előtti utolsó futamához érkeztünk. Itt vagyunk Belgiumban, Spában. Nagyon jó idő fogadja a csapatokat ahhoz képest, hogy itt virtuálisan esett az eső, mint ahogy a valóságban is esős időmérő volt. Kicsit porongos, szürke az égbolt, de azért nagyon jó futamra van, lehet majd számítani. Itt látható a pályarajz, a szintkülönbség az 5-östől a 9-es, 10-es kanyarig van, egy nagyobb emelkedő, ahogyan azt már megszokhattuk. Ugye volt már egy olyan futam, amikor igazából az eső elmosta. Na és akkor nézzük a rajtrácsot, mert az bizony nagyon-nagyon nagy meglepetésekkel szolgál. Ugyanis az első két helyen Merci-nek örülhetünk, ugye Russell, Hamilton. Russell indul a pole pozícióból, Hamilton a második. Harmadik helyen Piastri, nagy meglepetésre Joe, utána Alonso, Perez. Utána a másik meglepetés Albon, Verstappen, utána Ocon, Ricardo, utána Tsunoda, Sainz, Bottas, Stroll, Sargent, Leclerc. Nem ment a Ferrarinak, a kettő Haas foglalja el, és az utolsó helyet nagy meglepetésre a sort Lando Norris és Pierre Gasly fogja zárni. Nem igazán ment Norrisnak egyébként az időmérő edzésen valahogyan az esős körülmények, úgyhogy nem igazán sikerült új olyan teljesítményt elhozni, ahogy az jó lenne. Úgyhogy ő a 19. pozícióból itt látható a képen, ő erről a pozícióról fog majd indulni. Szóval 2000, azt hiszem 20-ban vagy 21-ben volt az a ikonikus esős körülmény, amikor az egész futamon esett az eső, és gyakorlatilag pár kört mentek. Tehát azok, akik a gumikeverékbe mennek, illetve hát a C2, C3, C4-es, a lágy, a közepes, illetve a kemény, miközben meg is nézhetjük az előző futam győzteseit. Ugye 2020-ban is rendeztek ugye belga nagydíjat, tehát a koronavírus ezt nem tette lehetetlenné. A bajnokságot tekintve továbbra is Verstappen vezeti a egyéni világbajnoki összetett állásban, és természetesen ott van Sainz is, ugye, aki most ezen a futamon nem hiszem, hogy túl sok vizet fog zavarni, de természetesen mi lennék ki mi, hanem mi lennék. Na, következzenek a lámpák. Picit megvárakoztattak keket, elindul a mezőny, nagyon jó kapta el a rajtot, mind a kettő Mercedes most érkeznek. A féktávra Russell, illetve Hamilton gyorsan összeérnek, de azért sikerül ellogni. Melyikük jó gyorsabb? Úgy tűnik, hogy Russell az, de most érkeznek az emelkedőre, Piastri követi őket. Na nézzük, ki lesz az első. Még mindig egymás mellett a két Mercedes egyébként. Óriási. Na nézzük. Fejfej mellett halad a két versenyző. Természetesen a britek csatája van most kibontakozóban. Még mindig egymás mellett, elképesztő, micsoda rajtolt ez a két pilóta. Ha jól látom, Russell az, aki az első helyet sikerült megszereznie. Ott jönnek a többiek is természetesen. Természetesen a harmadik helyen Oscar Piastri. Utána meg ugye Albon a negyedik helyet sikerült megszereznie. Továbbra is jó a negyedik. Nagyon jó rajtot kaptak el. Nagyon jó, ahogyan említettem, nagyon jó rajtot kaptak el. Ahogyan nézem is most, hogy Norris egészen följött. Már majdnem pontszerző helyet pozícióba került. Kicsit emlékeztet engem a 2020-as Sahiri nagydíjra, amikor Sergio Perez az utolsó helyre esett vissza, és ugye akkor rosszul taktikázott ugye a Mercedes, és kis ilyen megnyerték Pereznek a futamot, ugyanis ő meg tudta nyerni azt a futamot nagy meglepetésre, akkor még Racing Point
a csapatban természetesen, ami most már Aston Martin. Szépen lassan kialakul közben a mezőny, most kezdik meg a második kört a pilóták, meg is nézhetjük, hogy 9. helyen tartózkodik Lando Norris, és hát a Haas, Ferrari, Hülkenberg meg Magnussen az utolsó kettő helyet foglalja el. Úgyhogy jól. Nagyon jó kis rajtot láthattunk, én azt mondom, és akkor utazunk Norrisszal. Hát Okonnal először, de nem, Norrisszal. Hát eddig utaztunk vele, mármint a pilotának a szemszögéből nézve az eseményeket. Nézzük, becserkészeti a kettő Red Bullt is. Az is nagy meglepetés, hogy Joe, egy kicsit kicsúszott Norris. Ugye Joe került oda az első 10-be. A Q3-ban azért nagy meglepetést okozott a kínai pilóta, hogy ilyen előkelő pozíciót szerzett magának. Ugye hát nem is kell említenem, hogy a nyári szünet után Hollandiába fog majd látogatni a mezőny, és hát ugye nem is kell mondanom azt se, hogy Verstappen hazai pályája, úgyhogy mindenféleképpen ott is győznie kell, hogy eredményt elérjem. Már így is virtuálisan vezeti ugye a bajnokságot. A nézők közben későn fékezik, és meg is tudja előzni Perezt, a brit pilóta. A következő az nem más, mint a két jó barát, hogyha lehet így fogalmazni, Verstappennel. Diaskodhat ugye valóságban, hogy a magyar nagy díjon volt egy kis nézeteltérés. Ilyen meg nem értés. Kicsit kicsúszunk, egy kisodródik. Megpróbálja előzni, de hát ez nem jön össze. Most próbálja becserkészni, és sikerül megelőznie Verstappent. A harmadik körben vagyunk még csak, és már a 7. helyen tartózkodik Lando Norris, aki a 19. helyről rajtolt, még egyszer mondom. 19. helyről rajtolt ugye a brit pilóta, és egészen a 7. helyére tudta föltornázni a magát. És valószínűleg Joe nem fog nagy csatározásokba belekeveredni, hogyha lehet így fogalmazni. Próbálja egy kicsit Verstappen a szélárnyékból kitörni. Egyelőre ez nem jön össze. Na nézzük, jönnek az emelkedőn. Nyithatja lassan a hátsó szárnyát. Nyitja is, de nem csak ő. Verstappen. Kimegy Joe, nem kockáztat. Elengedi Norriszt, hogy menjél, én nem fogok vele csatározni, nem fogom magamra húzni ezt a kettőt. Itt meg viszont egy előzés, Alonso-t sikerül, kicsit erőszakosan, de sikerül megelőznie Fernando Alonso-t, úgyhogy már a 6. helyen, helyett az 5. Úgyhogy a következő áldozat, ez viszont Albon. Na nézzük a Williams pilótáját, és utazhatok közben Norrisszal ismét. Alonso próbálja meg ismét megelőzni Norris, de egyelőre ez nem jön össze.
pont próbálja meg továbbra is megelőzni. Tehát egyelőre ez nem jön össze, majd a célegyenesbe sikerül neki. Közben meglepődve látjuk ugye, hogy a kettő Ferrari a 12 és 14. pozíciót foglalja el. Hát ez nem igazán megy a Ferrari-nak. Na nézzük, nyitatja a hátsó szárnyat, sárga zászló. Na, de úgy tűnik, hogy nem történt olyan komoly. Na nézzük, itt vannak a féktávnál, megelőzi maga biztosan. Utolsó két körre be vagyunk. És hát minden nyilván az a cél egyébként, hogy a dobogót elérje mind a kettő csapat. Mert most jelenleg úgy állunk, hogy kettő Merci, kettő McLaren, és ötödik Verstappen. Kicsit olyan valósághű ez a dolog, csak hát az a különbség ennek, hogy Verstappen szerintem most lett dobogós, hogyha jól tudom. És ugye Russellnek ugye elvették a, ugye kizárták, és ezért Hamilton a győzelem, még egyszer a valóságról beszélek. Na nézzük, csapattárs csatározásra van kibontakozóban a 13. körben, még egyszer mondom, az utolsó előtti körbe, vagy utolsó előtti, tehát két körrel a vége előtt. Mindjárt meglátjuk, hogy ebből ki fog-e alakulni valamiféle csata a harmadik-második helyért. Itt van, megpróbálja beszúrni, és sikerül megelőzni a csapattársát. Igaz, hogy ez a kameraszög nem igazán jól tudja mutatni, de sikerült megelőznie, ahogy látható, harmadik helyen autózik Norris, és akkor jöhet a kettő. Oppá, egy kicsit, mint hogy össze megpuszilta volna ott a Mercit Norris. Úgy tűnik, nem sérült semmi, úgyhogy mehet tovább. Három brit van a dobogon. Ez is nagyon ritka szokott lenni, hogy három ugyanolyan nemzetiségű pilóta van a első háromban. Na, meglátjuk, hogy mi fog ebből kialakulni. Utolsó előtti körbe vagyunk. Közben itt meg Piastri próbálja meg megelőzni, itt meg volt egy helycsere Russell meg Hamilton közt. Na nézzük, célegyenes, mind a ketten nyitatják a hátsó szárnyukat. Kibújik a szélárnyékból Norris. Nem tudom, miért Piastrit mutatják, mert közben meg tudta előzni Norris Russellt, úgyhogy ő az, aki most már a második helyen autózik, és az utolsó körben körhöz érkeztünk, és becserkészhetni akár Russellt. Egyiket Hamiltont előzte meg, bocsánat, nem Russellt. Szóval becserkészhetni akár Russellt, de nincsen annyi kapacitása már ugye az autónak, szerintem már rászóltak neki, hogy ezt nem fogja már elérni. Úgyhogy marad a ez a sorrend. Ha marad, természetesen, ezt ne felejtsük el. Pedig azért közelít hozzá, közelít, de nem tudja megelőzni. Itt már az első helyzetet láthatjuk, George Russellt. Itt fordulnak rá célegyenesre, és az idei belga nagydíj, virtuális belga nagydíj győztese nem más, mint George Russell, ami a valóságban is megtörtént egy jó pár percig, de utána elvették tőle győzelmet, úgyhogy de virtuálisan nem vesszük el, nem is tudjuk elvenni, úgyhogy valóságnak eleget téve George Russell, tehát a mai belga nagydíjnak a győztese, és Norris a második helyet tudta úgy megszerezni, hogy 19. helyről rajtolt. És hát mondom még egyszer, emlékeztet engem a Perez eseményére, vagy hát arra pillanatra, amikor Bahreinben ugye dupla hétvégét rendeztek, ugye egy Bahreini meg egy Sahirt, és ott
utolsó helyről az első helyet tudta akkor megszerezni. Most Lando Norrisnak a 19. helyről a második helyen ért be. És akkor a szokásos ünneplés. Három brit versenyző. Most nagyot mentek a mercik, ugye? Múlt héten ugye a belga, a magyar nagydi, most a belga nagydi. Itt látható a végeredmény. Mutatjuk is önöknek a egyéni tabellát, csak hát előtte megmutatjuk, hogy a helyezettek, hogy végeztek. Ugye hát itt a 10 utolsó előtti körökben ugye Hülkenberg kiszállt a buliból, valami meghibásodás történt az autójával. És akkor nézzük az egyéni tabellát, itt látható, hogy még így is 233 pontja van Verstappennek, Sainznak 224. Nagyon, de nagy meglepetés lenne, hogyha ez változna. Mármint a tekintetben, hogy megelőzni a pilóta, Sainz ugye Verstappent. Norris 151 pontja van, ugyanannyi pontja van, mint Russellnek. Hamilton 127 pontos, ugye itt az alsó régió nem változott túlságosat. Alonso továbbra is a negyedik helyen van. Checo is ugyanúgy a harmadik helyen tanyázik. És akkor nézzük a konstruktőri tabella állását, ami szintén nem változott. Kezd ellogni a Red Bull a Ferrari-tól így fél távnál. Most már be lehet azt is jelenteni lassacskán, hogyha már vagy a holland nagy díjon, vagy éppen a következő futamon, azaz Imolában már még matematikai esélye még van a Ferrari-nak, hogy a második helyet, vagy hát az első helyet elérje. A Mercinek is pontosan ez a célja. Még a McLarennek van esélye a harmadik, vagy éppen második helyet elérnie. Azért még a felé, most vagyunk a szezon felénél, tehát bőven lesz még alkalom a McLarennek följebb tornázni. 12 pontra vannak, csak lemaradva a Mercitől. Úgyhogy mindenféleképpen jól kell teljesíteni Hollandiában, ami ugye hát a már augusztus 25-én, tehát bő néhány hét múlva lesz majd látható, úgyhogy a nyári szünettel nyári szünetre megy ugye a Forma 1, úgyhogy egy darabig nem lesz Forma 1-es közvetítés. Innen Belgiumból köszönöm figyelmüket, a végeredménnyel ezzel zárom. Találkozunk Hollandiában, augusztusban, augusztus vége felénél. Viszontlátásra, viszonthallásra!